Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Andrew Knox vagyok, ma Gordon Robertsont helyettesítem. Izrael továbbra is nemet mond a palesztin államra. Benjamin Netanyahu miniszterelnök azzal érvel, hogy ez hatalmas jutalmat jelentene az október 7-i mészárlás példátlan terrorizmusának. A Washington Post beszámolója szerint az USA és arab partnerei azt szorgalmazzák, hogy a háború végével legyen kidolgozva a kétállami megoldás menetrendje. A CBN riportere Julie Stahl jön a részletekkel. A Biden elnökkel folytatott telefonbeszélgetés után Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ismét elutasította a palesztin állam elismerésének gondolatát, és az X-en, a korábbi Twitteren közzétett egy bejegyzést, melyben két érvben foglalja össze az ellenvetéseit. Izrael kategorikusan elutasítja a palesztinokkal való tartós rendezésre vonatkozó nemzetközi diktátumokat. Egy ilyen megállapodás csak a felek közötti közvetlen tárgyalások útján előfeltételek nélkül jöhet létre. Izrael továbbra is ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését. Egy ilyen elismerés az október 7-i mészárlás tekintetében hatalmas kedvezményt adna a példátlan terrorizmusnak, és megakadályozna minden jövőbeli békés rendezést. A terv számos Izrael által korábban elutasított lépést tartalmaz, köztük a bibliai Júdea és Szamária, más néven Cisziordánia területén lévő számos közösség kiürítését, a kelet-jeruzsálemi palesztin főváros, valamint egy közös kormányt Cisziordánia és Gáza számára. Az izraeli kormány szóvivő azt mondta, ne beszéljünk még a háború utánról. Nem most van itt az ideje, hogy a palesztin népnek szánt ajándékokról beszéljünk. Amikor a palesztin hatóság még csak el sem ítélte az október 7-i mészárlást. Most a győzelem, a teljes győzelem ideje van a Hamász felett. Minden vita a Hamász utáni napokról csak a Hamász után lesz aktuális. Közben Dél-Izraelben egy buszpályaudvaron pont terrortámadás történt. Egy lövöldöző megölt két embert, négy másikat megsebesített, mielőtt lekapcsolták, és Izrael bírált az ENSZ egyik tisztviselőt is, aki a Sky News-nak azt mondta, hogy a terrorakciói ellenére a Hamász nem terrorszervezet, és hogy ez az ENSZ álláspontja. Ez nagyon nehéz, és ahogy ön is mondta, sok-sok különböző terroristával és lázadó csoporttal dolgozom együtt. A Hamas számunkra természetesen nem terrorista csoport, mint tudják, ez egy politikai mozgalom. Gilad Erdám, Izrael ENSZ nagykövete az X-en közzétett bejegyzésében így szólt Griffithez. Ön nem humanitárius, sajnos ön egy terrorista kollaboráns. Közben Netanyahu és más magasrangú izraeli tisztviselők találkoztak William Burns CIA igazgatóval Tel Avivban, hogy tárgyalásokat folytassanak a túszok szabadon bocsátásáról. A miniszterelnök addig elutasítja, hogy delegációt küldjön Kairóba tárgyalni, amíg a Hamas nem enyhíti a követeléseit. Ám a túszok családtagjai a Védelmi Minisztérium bejáratánál összeláncolták magukat, követelve, hogy a háborús kabinet küldjön delegációt Kairóba. Gázában pedig Daniel Hagari ellentengernagy, az IDF szóvivője elemezte az izraeli katonai missziót a gázai Nassar kórházról, ahol az izraeli hírszerzés szerint holttesteket találtak és túszokat tartottak fogva. Információkat oszthatok meg néhány terroristáról, akik részt vettek az október 7-i mészárlásban. Erőink megtalálták őket a Nassar kórházi komplexumban. Ha a Hamas nem kezdte volna el ezt a háborút, ha nem ejtett volna túszokat, és nem rejtőzött volna kórházakban, akkor nem kellene most a kórházban lennünk. A Hamas kezdte ezt a háborút, és Izrael fogja befejezni. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem. További hír, hogy Donald Trump csalást követett el, így döntött a bíróság pénteken a korábbi elnök ellen indított polgárjogi perben. John Jessup riportja következik. Úgy tűnik, hogy a bíró 3 évre eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban, és több mint 354 millió dollár bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozásait. Az állam legfőbb ügyésze Letitia James ugyanis a hírek szerint 370 millió dolláros bírságot és az államon belüli üzlettől való eltiltást kért Trumpra. A döntés azután következik, hogy Trump ellen polgárjogi per is indult, amelynek tárgyalása március 25-én kezdődik. Trump tagadta a bűnösségét közel 3 tucat gyanúsításban, miszerint hamis üzleti
üzleti beszámolókat adott volna le, illetve hogy kapcsolata volt Stormy Daniels-szel. Trump úgy vallott, hogy nincs alapja a gyanúsítgatásoknak, mert azok csak politikai indítatásúak. Kétségbe esetten tető alá akarják hozni a választások előtt. Eközben Atlantában a Fulton megyei főügyész Fannie Willis újra a tanúk padjára kerül egy érdekes vizsgálat során, amelyben Willis és Nathan Wade különleges ügyész kapcsolatát tárgyalják. Trump és mások is elfogultsággal vádolták őket, mert egy párt alkotnak. Willis elismerte, hogy romantikus szálak fűzik Wade-hez, de tagadta, hogy olyan pénzügyi előnye származott volna, amely kompromitálná az ügyben való pártatlanságát. Mondta csütörtöki vallomásában. Nem vádlott vagyok, hanem tanú. Oroszország részéről egyre súlyosabb fenyegetéssel számolhatunk. A Fehérház megerősítette, hogy Moszkva aggasztó műholdsemlegesítő technológiai képességre tett szert, amely akár nukleáris eszközök űrbeli bevetésére is alkalmas lehet. Kapcsoljuk a CBN munkatársát, Jenna Bradert Washingtonból. Oroszország nukleáris fegyvert juttat az űrbe. A Fehérház megerősítette, hogy Moszkva most már rendelkezik műholdsemlegesítő technológiával. Senki biztonságát nem fenyegeti közvetlen ez az eszköz. Nem olyan fegyverről beszélünk, amelyet itt a Földön emberek megtámadására vagy fizikai pusztítására lehetne használni. A kormányzat hangsúlyozza, hogy Oroszország újonnan kifejlesztett fegyvere még nem működőképes. Ez nem egy működő fegyver, hanem egy potenciális fegyver, amit nagyon komolyan veszünk. A Kreml azt mondja, hogy az egész csak csel, hogy a kongresszus támogassa az Ukrajnának nyújtott segélyt. Azt hiszem, először is jobban meg kell értenünk, hogy pontosan mi is az a technológia. John Hardy, az Alapítvány a Demokráciák Védelméért munkatársa elmondta, hogy nem világos, hogy Oroszország atomfegyverek feljuttatását tervezi-e az űrbe, vagy csak műholdak lelövését. Bárhogy is legyen, szerinte nagyobb fenyegetésről van szó. Az oroszok már régóta látják, hogy az űr létfontosságú az amerikai katonai műveletekhez, ezért el akarják ezt venni tőlünk. Mike Turner felszólította Biden elnököt, hogy oldja fel a súlyos nemzetbiztonsági fenyegetéssel kapcsolatos információk titkosítását, ami vegyes reakciókat váltott ki a kongresszusból. A törvényhozók vegyesen reagáltak. Hát én biztosan nem így cselekedtem volna, de ez már megtörtént. Teljesen igaza van. Mindannyiunknak hálásnak kell lennünk, hogy meghozta ezt a döntést, és nyilvánosságra hozta. Amerika a katonai és belföldi sebezhetőség új korszakába került, miközben alszik, és a politikai vezetőknek el kell mondaniuk a nyilvánosságnak a kellemetlen igazságot. Írja Wall Street Journal szerkesztősége. Oroszország törekvése, hogy kritikus műholdakat semlegesítsen, a nemzetközi szerződések égbe kiáltó megsértése. Beszéljünk még a Kansas City-ben történt lövöldözésről. A Chief csapatának bajnoki ünnepsége alatt eldördült lövések egy embert halálosan, két tucat jelenlévőt súlyosan megsebesítettek. A hatóságok szerint a lövések egymással vitába keveredő személyektől származnak. A rendőrség keresi a résztvevőket és kérik a szemtanúk jelentkezését is. Egy Missouri állambeli pásztor, aki feleségével és két gyermekével jelen volt a lövöldözésnél, azt mondja, hogy isteni csoda, hogy sértetlenül megúszták, mert a Szent Szellem azt csukta neki, hogy induljanak haza. Elsőre nem volt biztos benne, hogy ezt kellene tenni, de a felesége is ugyanezt érezte. Szólt is nekem, hogy nem kéne mennünk. Aztán hozzátette, tudom, hogy ez fontos neked. Maradjunk inkább mégis. Én erre azt mondtam, hogy menjünk, mert éreztem a belső indítatást. Ezután el is indultunk visszafelé, majd pár pillanattal később már jöttek is az üzenetek, hogy minden oké veletek? És talán csak akkor tudatosult bennem, hogy mi van, mert visszasiettem, hogy vajon mi történik. És akkor láttam a helikoptert, és hogy vér borítja az utcát. Le is döbbentem, hiszen korábban mi pont ott álltunk. Pontosan ott. Hensel pásztor hozzátette, hogy őt is nagyon megviselte a dolog, és a városnak is igazán fáj ez a lövöldözés. Ez az eset ráébresztette, hogy a keresztényeknek figyelnie kell a Szent Szellem hangjára. Szeretnék bátorítani mindenkit arra, hogy gyakorolják a szellemre való odafigyelést. Sokat beszélünk, sokat imádkozunk, ami persze nagyon jó, de hallgatni is ugyanilyen fontos, mert a szellemnek mindig van mondani valója. Ez egy igazán jó tanács. A teljes interjút önök is megnézhetik a honlapunkon.
Mikor megláttam, egy vértócsában feküdt. Tudtam, hogy életben van, mert lélegzett, de olyan gondolatok forogtak a fejemben, minthogy túléli-e. Victoria pánikba esett, mikor látta a 17 éves lányát eszméletlenül feküdni az utcán. Brianna és egy barátja egy golfkocsit vezettek a környékükön, amikor Brianna kiesett, beütve a fejét a betonba. Barátja miután felhívta a 911-et, hívta Victoriát is, aki pont a mentősök után érkezett meg. Amint megláttam őt a földön feküdni, a térdeim összecsuklottak, a szemei hátra voltak fordulva, és nem reagált. Briannát elvitték a legközelebbi kórházba, majd onnan helikopterrel átvitték a legközelebbi traumatológiára. Victoria és férje gyorsan autóba pattantak. Csak arra tudtam gondolni, hogy Istenem, kérlek, ments meg a lányomat. Az orvos és a csapata már várták, hogy Brianna megérkezzen. Megnőtt a nyomás az agyában a vérömlen miatt, ami fizikailag is helyet foglalt el a koponyájában. Pupilla reflexe egyáltalán nem volt. Ami azt jelentheti, hogy súlyos, mély agyi károsodás történt. Úgyhogy ezen a ponton nagyon aggódtunk. Azt mondta, nem tudom, hogy mondjam el ezt önnek, de a lánya kritikus állapotban van. 1% esélye van, de én ezt meg akarom adni neki. Csökkentik a nyomás Brianna agyában azzal, hogy eltávolítják a koponyájának egy nagyobb darabját. Ha ezt nem tesszük meg, az agy felduzzad, akkor nincs mit tenni. Nem nézett ki jól. Fogalmam sem volt, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Miközben a lányát műtötték, Victoria imakéréseket küldött ki. Mindenhova posztoltam a balesetéről, imádkozva, kérve mindenkit, hogy imádkozzanak érte. A 6 órás műtétet követően csak idővel derül ki, hogy mennyi agyi funkciója maradt meg, ha maradt egyáltalán valami. Folyamatosan gyógyszereket adtunk neki, a testnedveket cseréltük, hogy optimális állapotot alakítsunk ki, és a nyomás normális maradjon. Azt mondták, nem tudják, mennyi időbe telik, míg magához tér. Ha magához tér, nem tudjuk, mennyire lesz a régi önmaga. Mennyire kapjuk őt vissza? Míg Brianna mesterséges kómában volt, édesanyja minden nap meglátogatta őt, miközben szerettei, barátai és keresztény közösségek tovább imádkoztak érte. A Szent Szellem jelenléte ott volt a kórházi szobájában. Egyértelműen éreztem. Főleg, mikor lágyzenét játszottam és imádkoztam. 3 hét elteltével a duzzanat lecsökkent annyira, hogy az orvosok felébreszthették a fiatal lányt a kómából. Hamarosan láthatják, hogy történt-e agykárosodás. Egy ponton azt mondtam az Úrnak, Istenem, nem érdekel, hogyan teszed, csak kérlek, add őt vissza nekem. Ne engedd, hogy elveszítsem. Nem sokkal azután, hogy felébredt, Brianna képes volt kérésre mozgatni a szemeit. Ezen a hosszú úton ez volt az első lépés a jó irányba. Victoria ezt annak a jeléül tudta be, hogy az imák meghallgatásra találnak. Elkezdett visszajönni. Nem csak életben maradt, de az, hogy láttuk a funkciókat, a szemmozgást, felismerte, látta az embereket a szobában. Ez nagyon izgalmas volt. Brianna állapota gyorsan javult, és hamarosan a sürgősségi osztályról átvitték egy sima kórházi szobába. Először kicsit zavart volt, de ez már jót jelentett. Bátorító volt látni azt, hogy milyen gyorsan javult az állapota. 2 héttel később átvitték egy rehabilitációs kórházba. Kognitív és motoros képességei gyorsan fejlődtek. Október 7-én Brianna hazamehetett, habár szüksége volt további terápiára és műtétre, hogy lezárják a koponyáját. Brianna és a családja nagyon boldogok voltak. Azzal, hogy hazavittük őt, egy nagy kő esett le a szívemről, mert itt már tudtam, hogy jól van, és rendben lesz. Megköszöntem Istennek, hogy adott egy második esélyt az életben. 1 hónappal később az orvos kipótolta Brianna koponyáját egy 3D-dimenziós nyomtatással készült panellel. A kollégáim és mindenki, aki részt vett Brianna ellátásában, azt mondta, ez egy csoda.
Brianna és a családja nagyon hálásak az orvosoknak és mindenkinek, aki imádkozott, tudva azt, hogy Isten érintése volt az, ami gyógyulást és egy második esélyt adott neki. Ha ma találkoznának vele, nem is gondolnák, hogy balesete volt. Boldog voltam és hálás mindenkinek, aki imádkozott értem, mert azok az imák megmentették az életemet. Néha imádkozunk, és nem történnek meg a dolgok, vagy máshogy történnek meg. De Isten titokzatos módon munkálkodik, és minden pillanatban mellettünk van, vigyáz ránk. És elmondhatom, hogy olyan személyes kapcsolatom van vele, mint azelőtt soha. Johnny Chang éveket töltött fegyházban, ahol számtalan verekedés és erőszakos tett szemtanúja volt. Fél tucat verekedésbe keveredett ő maga is. Mégsem engedett a félelemnek, és még a börtön sem tudta megváltoztatni. Más valami viszont igen, egy fekete babszószos tészta. Minden egyes nap megvert. Volt, hogy többször is. Emlékszem, hogy halálfélelmem van. Le vagyok fagyva, és a következő pillanatban már csillagokat látok. Johnny Chenget az apja már 5 éves korától molesztálta. A verések haragot szültek, amit ő is verekedéssel vezetett le a haverjain. Feszültem a tomboló dűtől. Ha elborult az agyam, akkor semmi sem tartott vissza, hogy ne üssek. Szétvertem, ami a kezem ügyébe került. Embereket a földön. Mindenki csupa vér lett. Rettenetes volt. Johnny Los Angeles keleti részén nőtt fel egy lakótelepen. 12 évesen csatlakozott egy bandához. A bandatagok, főleg az ázsiai bandák tagjai, tele voltak pénzzel, autókkal, jó ruhákban jártak, hírhettek voltak. Elég erős volt a húzó ereje. Mindezek tetejébe észrevettem, hogy nagyon összezárnak. Otthonosan mozogva az új társaságában elkezdett erőszakos bűncselekményekbe keveredni. 12 évesen javítóintézetbe került, a legrosszabbak közé. Ott tanúja volt szexuális erőszaknak, belekeveredett több mint 40 verekedésbe, és belül még jobban megkeményedett. Azt mondtam magamnak, még ha meg is halok, nem fogom engedni ezeknek az embereknek, hogy eltapossanak. 16 évesen szabadult. Egy évvel később a próbaideje alatt fegyveres támadásért a szövetségi börtönben találta magát. Tisztában volt vele, hogy a büntetés végrehajtási intézet már nem gyerekjáték. Nagyon féltem azokkal az emberekkel bezárva lenni. Akár meg is ölhetnek. Akiro 10 évből 8 és felett ült le, és már nagyon kíváncsi volt rá, milyen az élet a börtön falain kívül. Bizonytalanságot éreztem. Láttam embereket, akiket felkészítettek a börtönben, és azt mondták, hogy sohasem kerülnek vissza. De alig fél év múlva újra bent voltak. Nem az a nehéz, hogy visszakerülj, hanem az, hogy kint maradj. Akkoriban csak úgy léteztem, és belül a szívemben teljesen üresnek éreztem magam. Johnny megpróbált normális életet élni. Rengeteg helyre jelentkeztem állásra, de senki sem hívott vissza. Akkor újra elkezdtem érezni azt a pusztító dühöt, és azt mondtam, rendben, ha nem adtok nekem esélyt, akkor olyan módon fogok élni, amit már ismerek. Visszatérve az utcákra, 30-40 ezer dollárt is megkeresett havonta a drogeladásból, de még ez sem volt elég. Még mindig azt az ürességet éreztem, amitől szinte megőrültem. Azt hittem, ha pénzem lesz, akkor rendbe jövök. De nem így lett. Egy betörési kísérlet során Johnny egyik bandatársát lelőtték. Néhány napra rá egy másik barátját is megölték. Ahova csak nézek, halál. Akkor elkezdtem a halálon elgondolkodni, amit addig nem tettem meg, mert mindig csak a pillanatért éltem. Megtért édesanyja megkérte Johnnyt, hogy jöjjön el vele a gyülekezetbe. A pásztor azzal indított, hogy sokat hallott már rólam, és örül, hogy itt vagyok. Meg, hogy édesanyám mesélt rólam ezt-azt, és hogy kérek-e fekete babszószos tésztát. Igazából az a kedvencem, a kedvenc ételem. Leraktam az autót, bementem, és megettem a fekete babszószos tésztát. Rendkívül finom volt. A pásztor közben folyamatosan kérdezgetett. Elmondta neki az evangéliumot, és nagyon közvetlenül beszélt Johnnynak arról, hogy szüksége van Jézusban a megváltóra. Beszélt arról az ürességről, az érzésről, amivel küzdöttem.
Olyan volt, mintha belelátna a szívembe, és beadta volna az ellenszert. Mintha felkapcsolta volna a lámpát. Johnny átadta az életét Krisztusnak, és azt tapasztalta, hogy teljesen megváltozik az élete és a szíve. Ezt a barátai is észrevették. Azt mondták nekem, hogy teljesen megváltoztam, mert békés vagyok, és nem olyan, mint régen. Azóta kibékült az apjával is, aki szintén megtért. Ma börtönökben szolgál, és egy podcastja is van. Úgy vélem, hogy Isten nem véletlenül engedte meg, hogy megtapasztaljam az élet legalját. A börtönt, a drogokat, a bandaháborúkat és minden mást. Azt érzem, hogy Isten ezt azért tette, hogy megértsem azoknak a szívét, akik ezeken a szinteken vannak. Nem járt mindenki börtönben, de mindannyiunkat elért a bűn és a szenvedés. Van remény, de nem ebben a világban. Nem a pénzben, nem a hírnévben, hanem egyedül Istenben. Én pedig azért vagyok itt, hogy ezt megvilágítsam. Johnny egy történettel rendelkezik, és hajlandó megosztani azt, hogy megmutassa, mi mindent tett az Isten azért, hogy megváltoztasson egy életet. Milyen mély kijelentést tett. Nem mindannyian kerülünk börtönbe, de mindannyiunkat összeköt a fáradtság, szenvedés és a bűn. Jézus ezt mondta, hogy mindnyájan, akik elfáradtatok, jöjjetek én hozzám, és én megnyugvást adok nektek. Ez egy meghívás. Ez egy meghívás az önök számára. És Pál azt mondta mindannyiunknak a rómaiakhoz írt levélben, hogy mindannyian elmaradunk, mert vétkezünk, és elmaradtunk Isten dicsőségétől. De a jó hír az, amit Pál mondott, hogy Isten hogyan bizonyította szeretetét irántunk, még akkor is, amikor még bűneinkben voltunk. Jézus meghalt értünk, ez nagyszerű hír. Ez azt jelenti, hogy ön és én nem kell tökéletessé tennünk magunkat. Nem kell magunkat először megtisztítani, mielőtt Jézushoz járulnánk. Nem próbáljuk kiérdemelni, nem tudjuk kiérdemelni. Úgy megyünk hozzá, ahogy vagyunk. Johnny úgy ment Jézushoz, ahogy volt, és azt mondta, itt vagyok, tudod, mi van bennem, és kezdem érteni, hogy mi van benned. Gondoljanak Johnny életére, és arra, amit átélt, és a békére, amit most mutat. Láthatja Krisztus szeretetének arcát a szemében, azt a békét, ami meghaladja a megértést. Ő megtapasztalta és megélte azt, amit a János 14:27-ben mondott Jézus. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Jézus azt mondta, hogy ezt adom nektek, és bennetek hagyom. Ezt mondta tanítványainak, barátainak, és ma is ezt mondja nekünk. És azt mondta, hogy a békességet, amit adok, nem olyan, mint amit a világ ad. Ezért mondta Johnny, hogy nem reménykedhetünk a világban. Jézus békessége, amit ő ad, egy ajándék, amit nekünk kell elfogadnunk. Nem olyan, amit a világ ad, és ez nagyszerű hír. És Jézus azt mondta, hogy nem csak békességünk van, hanem ne aggódjatok és ne féljetek. Az a meghívás ott van az ön számára ma, ha azt akarja, amit Johnny tapasztalt. Imádkozzanak velem most. Kérem, tegyék ezt, adják át magukat az Úrnak. Uram Jézus, látom Johnny életében a változást. Ő egy hétköznapi ember volt, aki küzdött, és sok mindent kellett leküzdenie a múltjában. És amilyen kemény volt, egyszerűen csak letette a bűneit a keresztnél, és azt mondta, Jézus, én megadom magam neked. Megbánom a bűneimet, amit az Isten ellen tettem, és tudod azt is, hogy mit tettek velem, és hogy mit kellett elviselnem. Mindent átadok neked, és megbánom a bűneimet, és befogadom a te keresztedet. Érted akarok élni életem minden napján, Jézus. Atyám, azokért, akik most velem imádkoztak, engedd meg nekik, hogy átéljék azt az örömöt és békét, amely meghaladja a megértést. Örülünk önnek, és boldogok vagyunk a döntése miatt, hogy velünk van ma. Szeretjük önöket, köszönjük, hogy velünk voltak ma. Minden jót a viszontlátásra!